és lép. Az idei ünnepeltjeink a 8. A osztály. Tőlük búcsúznak osztályfőnökeik Pap Erzsébet és Benci Anna Mária, akik a mindenféle eseményektől tarka évek alatt kísérték, óvták. Honorát prezidium, simán civitát, drácska rincsjelet. Traim astăzi o zi binecuvântată în care încă o generație de absolvenți de gimnaziu pășește cu încredere și emoție spre viitor. Să ne bucurăm alături de ei în aceste momente memorabile și să-i asigurăm de faptul că zborul lor de abia acum începe. Mult succes, dragii noștri absolvenți! Felkérem Kulcsár Melinda Ilona igazgatónőt, hogy nyissa meg az ünnepét. Invit pe doamna director al liceului nostru, Melinda Culcea, să deschidă această ceremonie. Tisztelt meghívottak, kollégák, szülők, drága ballagó és búcsúzó diákok! Külön megtiszteltetés számomra, hogy ebben az ünnepi pillanatban találkozhatok önökkel, és a legnagyobb tisztelettel köszönhetem önöket, a Kemény Zsigmond Elméleti Liceum 8. osztály ballagásán, mely újból a megszokott kereteken belül zajlik. Köszönettel fogadom meghívottainkat is, akiknek köszönöm, hogy elfogadták a felkérést, és megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, és szívből gratulálok a 8. osztályoknak, 8. ballagóknak. Nagy öröm mindannyiunk számára ez a nap, de leginkább a ballagóink számára, akik egy ideje gondolkodtak és álmodoztak arról, hogy hiányozni fog az osztálycsoport. Sikerül-e a szüleik és tanáraik elvárásait teljesíteni? És milyen érzés lesz majd licistának lenni? Bátorítani szeretném őket a következő gondolatokkal. Maradjatok továbbra is intézményünkben, és akkor még benézhettek a volt osztálytermetekbe. Szüleitek és tanárjaitok továbbra is támogatni és szeretni fognak, ha nem is mindig teljesítitek elvárásaikat. Magasztos érzés lesz licistának lenni, és új tapasztalatokat szerezni. Egy ballagási esemény mindig érzelemmel tele gondolatokat vált ki belőlem. Kedves ballagók, a ballagás egy emlékezetes, örömteli pillanat, de nem az elvállást jelenti számotokra, hanem az élet egy új korszakának kezdetét, melybe emelt fővel kell átlépni és bizakodva előre tekinteni. Én személyesen nem tanítottalak titeket, viszont gyakran benéztem hozzátok az évek során, és megkérdeztem, hogy minden rendben van-e veletek. Biztosíthatom a szülőket, hogy tanárkollégáim minden alkalommal nem csak a tudásukat adták át a diákoknak, hanem emberség szempontjából is igyekeztek nevelni őket. Minden iskolai év végén abban a reményben élünk, hogy nem csak az általunk tanított tantárgyak titkait adjuk át a diákjainknak, hanem élettapasztalatainkat is, melyektől ők többek, tájékozottabbak lesznek, mert nem csak oktatunk, hanem mindig nevelünk is. A közös beszélgetések, az ellenségeskedések, a kirándulások, a vicces pillanatok, a megszólítások, a könnyes szemek mind az életre szóló nevelést szolgálták. Biztosítani szeretném a kedves szülőket, hogy gyerekeiket továbbra is támogatni fogjuk abban, hogy megtalálják a helyes utat az életben, és eldöntsék, milyen pályát szeretnének majd folytatni a későbbiekben. Külön szeretném megköszönni diákjaink szüleinek, akik partnereink voltak a jelenek csiszolásában, az elmék, a lelkek megvilágosításának nehéz küldetésében, hogy végre ma mindannyian élvezhessük közös erőfeszítésünk eredményét. Bízom benne, hogy ez az eredmény magas fokon fog tükröződni a vizsgák eredményében. Különösen nagyra értékelem a tanárjainkba fektetett bizalmat, amikor ránk bízták gyermekeinket,
és merték negyedik osztály után is itt hagyni őket. Ebben hatalmas szerepe volt a Téka Alapítványnak is, mely a szorványból lévő gyerekeket hozzánk irányította, és ezúttal is köszönöm nekik. Külön köszönet illeti a hetedik osztályosokat, akik ezen az ünnepen köszöntik a végzősöket, továbbá köszönet illeti az őket felkészítő és a ballagáson résztvevő tanárokat is. Kedveseim, buzdítalak továbbra is, hogy bármilyen lépést tesztek az életetek során, sose induljatok anélkül, hogy Isten segítségét és áldását kérjétek. Az életben vannak könnyebb és nehezebb időszakok is. Kívánom nektek, hogy soha ne találkozzatok nehéz helyzetekkel, de az ember csak akkor tud megerősödni, ha próbára van téve. Sosem késő bebizonyítani, hogy erős, iskolánk nevének méltóan kemény harcosok vagytok, és az életben elérhetitek, amit megálmodtatok. Számotokra az első legnehezebb harc a képességvizsga lesz, de viszont hozzá még van egy kis idő, nem sok, tehát minden erőtök szedjetek össze, és bizonyítsátok be, hogy a kemény munka meghozza majd gyümölcsét. Továbbra is támogatunk, és reméljük intézményünk hírnevét továbbra fogjátok erősíteni. Álmaitok sose adjátok fel, legyetek erősek, bátrak és kitartóak. Köszönöm szépen! Salut, musa fidi noștri, dragi părinți și elevi, și mulțumim domnului primar pentru participare. Îi mulțumesc că în fiecare moment al anului este alături de instituția noastră, ne prezintă sprijinul și colaborarea și sperăm să putem lucra și pe mai departe. Mulțumesc mult! A mai nap ünnep és azt illik méltóképpen megtisztelni. Ezért felkérem a Római Katolikus Egyház képviselőjét, Kismödi Attilát, hogy áldásával tegye teljes ünnepünket. O astfel de zi solemnă este și una binecuvântată. Ne bucurăm de prezența reprezentantului Bisericii Romano-Catolice, Kismödi Attila. Áldás előtt imádkozzuk el az Úrtól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr veletek. Megáld veleteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú, a Szent Lélek. Továbbá köszöntjük városunk polgármesterét, Jonel Ovidiu Dragan urat, dem cuvântulum continuare, domnului primar, Jonel Ovidiu Dragan, de a cărui prezență ne bucurăm astăzi. Doamnă director, doamnelor și domnilor profesori, preacucernice părinte, dragi părinți, invitați, dragi elevi, să mulțumim bunului Dumnezeu că am reușit ca împreună să ajungem la o nouă promoție a clasei a 8-a, promoție care îi dorim mult succes în continuare, să nu creadă că s-au terminat greutățile, multe abia încep de acum, dar viața are încercări și provocări, și le doresc să treacă cu bine peste toate. Încă o dată, felicitări, succes la examenele viitoare, Dumnezeu să vă ajute în continuare. Mulțumesc! Te
Erika Alapítvány, iskolánk alapítója és háttérintézménye részéről Balázs Vécsi Enikő tart beszédet. Min Pátea Fundáciae Téka, Vábor V. Direktor Institúciai Balázs Vécsi Enikő. Tisztelt meghívottak, pedagógusok, kedves szülők, kedves ballagú diákok! Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a napon. Alapítványunk, mint a Kemény Zsigmond Elméleti Liceum civil háttérintézménye, azon kívül, hogy felépítette ezt az iskolát és létrehozta az intézményt, fontosan tartja és figyeli, hogyan valósulnak meg azok a célok, elképzelések, mutatók, amelyek alapján ezelőtt 12 évvel támogatóink úgy tartották fontosnak, hogy Szamosújvárnak és Mezőségnek legyen egy saját, korszerű magyar iskolája. Kedves nyolcadikosok, most nektek szól a ballagási dal, értetek öltöztünk ünneplőbe. Nem búcsúzunk, hanem ünnepelünk, mert bízok benne, hogy minél többen itt maradtok. Hiszen intézményünk azt vállalta, hogy ez az iskola minden olyan mezőségi és szamosújvári magyar gyerek számára biztosítsa az anyanyelvi oktatási lehetőséget, aki anyanyelven szeretne tanulni. A lehetőség itt van, használjátok ki, legyetek büszkék, hogy egy ilyen közösséghez tartoztok. Felépült az új bentlakás is az iskola mellett, amit szeptemberben megnyitja kapuját. Befogadja a mezőségi diákokat, akik ezt az iskolát választják. 4 év alatt a tanárok formáltak, neveltek, megpróbálták mindenkiből kihozni azt, ami benne rejlik, és lehetőséget adtak a kibontakozásra. Bízok benne, hogy meg tudjátok mutatni a tanároknak és szülőknek, hogy megérte a 4 évi munka, és a felhalmozós tudást befektettétek jól, és fel tudjátok használni a folytatáshoz. Tudom, nem volt könnyű, de bízok abban, hogy megérte. Mert úgy gondolom, minden gyerekben rejlik valami jó, valami pozitív dolog. Esélyt kell adni mindenkinek, hogy ehhez az intézményhez tartozzon. Kedves szülők, újra lezárul egy 4 éves tanulmányi szakasz, amikor is kedves gyerekük tovább kell haladjon, és át kell lépjen egy másik oktatási szintre. Bízok benne, hogy a Kemény Zsigmond Elméleti Liceumot fogják választani, hiszen egy jól felszerelt intézmény és egy erős, jól felkészült tanári karral rendelkezik. Kalló Zoltán néprajzkutató egyik kedves népdalából idézek, idegen földre ne siess, amíg hazádban megélhetsz. Intézményünk is a magam nevében sok sikert kívánok mindenkinek, és azt kívánom, hogy szeptemberben minél több régi és új diákot tudjunk köszönteni itt az iskola udvarán. Köszönöm! Helyi szervezetének elnöke Rotár Izabella beszéde következik. Oi vissza Jakub untul Donna Rotár Izabella presedinte udemere Gerla. Szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon. Különösképpen a 8. diákokat. Minden évben a hagyományt betartva a nyolcadikosok itt állnak előttünk, egy újabb fejezetet maguk mögött hagyva. Szebb szebb műsorral, magasztos szövegekkel melegítik a szülők, tanárok, rokonok és ismerősök szívet. De miért is vannak ma itt előttünk? Én úgy gondolom, nem búcsúznak, hanem elvárják tőlünk, hogy útba igazítsuk őket egy újabb életciklus, fejezet megkezdéséhez. Az elmúlt 4 évben sokat változtak, sokat változott körülöttük a világ. Sok megpróbáltatáson mentek keresztül, ifjaként, de talán ez meg is erősítette őket, merészítette őket. Kedves nyolcadikosok,
Most, mint szülő és nem mint meghívott szólok inkább hozzátok, hisz a mai nap rólatok szól. Mindegyiketek a maga módján egy csodálatos világot foglal magában. Mindegyiketek egy felbecsülhetetlen kincs számunkra. Alázatosak vagytok, értékes ember palánták. Egy újabb életszakasz áll előttetek, vágjatok neki bátran, hittel, reménnyel és szeretettel. Küzdjetek mindig a legnagyobb célért. Sosem legyen számotokra lehetetlen. Ne engedjétek, hogy a vadvilág vaddá tegyen titeket. Tisztelítsétek meg őt. Hozzátok ki magatokból mindig a legjobbat, hisz képesek vagytok rá. Az iskola felkészít titeket sok mindenre, de ti magatok kell tovább formálódjatok, az itt kapott tudáscsomagot felhasználva, még akkor is, ha néha úgy gondoljátok, hogy ez fölösleges. Igen, van, amit nem tanít meg számunkra az iskola. Azt, hogy hogyan kell helytállni az életben, hogyan nőjünk fel hozzá. De ezt mi kell megtanuljuk a magunk bőrén. Ezután ez a ti feladatok is. Kedves nyolcadikos diák! Maradj alázatos, légy merész, nézz fel, neves, és szeress mindent, ami boldoggá tesz. Tiszteld és becsüld szüleid, tanáraid, fogadd meg jó tanácsaikat, hisz tapasztalatból csak jóra intenek titeket. Végül mindegyiteket számára a legjobbakat kívánom. Sok sikert az elkövetkezendő vizsgákon, ne izguljatok. Hisz ügyesek vagytok, nem kell maximálisan teljesíteni mindenből, nem is lehet. Bármi is történt, mi itt vagyunk és itt leszünk mellettetek. Kitartást kívánok, kedves gyermekek! Köszönöm. Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít. A hetedikesek ünnepi előadása következik, majd ezt a nyolcadikosok műsora követi. Urmează un moment emoțional în care elevii a clasei a șaptea își iau rămas bun de la colegilor mai mari, urându-le succes în viață. Kedves ballagó nyolcadikosok! Egyszer mindenek elérkezik a vége, és akkor búcsúzni kell. A búcsú egy nemes feladat. Fontos, mert lezár egy időszakot, az élet egyik szakaszát elhatárolja a többitől. A bezárló ajtótól azonban nem szabad megijedni, tudni kell az minden felé fordulni. Nézd vissza most egy percre, nézd az útra, nézd meg mit tett, mit alkotott a munka. Nézd vissza, aztán ismét csak előre, és indulj tovább az alkotó jövőbe. Tegyétek most ti is ezt. Álljatok meg egy percre, nézzetek vissza, mielőtt indulnátok. 8 együtt töltött év áll mögöttetek, kis elsősként, egyre bátorodó negyedikesként, felsős tagozatosként, vagy végül öntudatos nyolcadikosként. Ha visszatekintetek, látjátok a helyszíneket is, ahol mindezt megéltétek. A kis épületet, az udvart, az osztálytermet és a folyosót. Mindenütt, minden helyzetben helytáltatok. Nézzetek vissza tanáraitokra, akik végigvezettek ezen az úton. Az első bizonytalan betűk, gépegőrbe számok az ők segítségükkel keletkeztek, formálódtak, mint ahogyan ti magatok is. Ne felejtsétek el őket, hálával gondoljatok azokra, akik elkísértek eddig a várva várt pillanatig. Tanáraitok vittek osztálykirándulásokra, készítettek fel versenyekre, egyengedték lépteiteket, bátorítottak, ha bizonytalanok voltatok, és veletek örültek az elért eredményeknek. Visszanézve ismerős arcokat láttok, osztálytársakat, barátokat. Kialakultak igaz barátságok, diákszerelmek, megtanultátok, mi a versenyszellem, az összetartás, és hogyan kell kitartóan küzdeni a kitűzött célok eléréséért. Jusson eszetekbe az is, hogy a torkotokban dobogott a szívetek egy jelentős dolgozatírás, felmérő, vagy esetleg felelés közben.
Őrizzétek meg az itt kötött barátságokat, tartsátok a kapcsolatot, és ne feledjétek a gyökereiteket. Gondoljatok ránk, kisebbekre is szeretettel, segítsetek, támogassatok bennünket, amikor követünk titeket ezen az úton. Az életben a legfontosabb a család, a legtöbbet szüleiteknek köszönhetitek. Ne feledkezzetek meg arról, mennyi áldozatot hoztak értetek annak érdekében, hogy idáig eljussatok. Fáradtságot nem ismerve egyengedték utatokat, segítettek a bajban, és veletek örültek a sikereknek. Köszönjétek meg nekik, hogy mellettetek álltak, és köszönjétek meg a könnyeket, melyeket talán éppen ebben a pillanatban értetek hullatnak. Tegyetek meg mindent, hogy büszkék lehessenek rátok. A hetedik osztály nevében kívánom, hogyha most kiléptek az ajtón és elindultok, utatokat siker koronázza és boldogság kísérje. Búcsúzom hát tőletek egy idézettel, aminek minden sora célként álljon előttetek. Hosszú útra mész, de nem messze, nagy tervekkel a szívedben. Álmodj nagyot, légy bátor, de nincs olyan hely a világon, ahol szeretetünk ne őrizne, védne, támogatna, megsegítne. Szabolcsi Erzsébet, forráslevél. Forráslevél. Tiszta, átlátszó, kristályszépségű cseppekből fakadó, hideg és jó ízű éltető víz. Csörgedezz alá magas hegyek sziklái közül, kelj át méteres köveken, konopusz vesztőkön, friss levegő, hegyi réteken. Pataklevél. Lágyan aláomló, hűvös érintésű. Hideg, sejmes vizektől kapjanak erőre a szomjas vadak. Kanyarogj kövek között, fodrozódó bárányfelhők kék ege alatt, zöld pázsit és őszi javar keletedzen, mint tovagörhöz kavicsokat mosva, s lomha folyóvá terebélyesen. Folyó legyél. Hatalmas hullámfodrokkal tovahőkölgő áradat, mely mindent megragad. Magával sodor, míg meg nem érkezik, az őt is elnyelő végtelen tenger sírjába. Tenger legyél. Nyugodtan hullámzó, beláthatatlan síkság. Kiszámíthatatlanul változó, tajnékokat dobáló, vihartól felkorbácsolt szilajerő, hullámsír, vagy elcsendesülő sima víztükör. Óceán legyél. Széles és határtalan. Kincseket rejtő, ringató mély bölcső. Vég nélküli korlátlan lehetőség. Pusztító, tomboló őserő, roncsokat temető, kiismerhetetlen végtelenség. Legyél víz, életet adó őselem, legyél tűz, vízzel is legyőzhetetlen. Legyél levegő, minden leborító láthatatlan. Legyél szikla, szilárd, megingathatatlan. Legyél forrás, patak vagy tenger. Legyél te magad, legyél ember. Thank you.
felhőket hajszoltál, s köszöntél minden bokornak. Őrizd meg szemedben az ártatlan kéket, az első lépések mutatását, s hagyd, hogy kísérjen rózsaszín nevetésed. Őrizd meg az először feszülő szavakat a szádra, melyet testére lettél a világnak. Az első sírásoddal megtartó csendet, melyen az örök bűnöket magadra vetted. Őrizd meg szavak ifjúkori lendületét, a nem lét társtalanságát, vásd fel apró örömökre, s a szív mély hangjait énekel, homok tüzeknél lázasabban. Őrizd meg a hajnali földek szagát, az égi óceán roppant csillaghadát, hal folyog zöld csobbanását. Őrizd meg szemednek, hogy elmerülhess benne, ha rád tör sok bántó földi nesz. Kígyóval a lufák bámészlongját, testükön a kinoktókháló redőt, érezd a sóhajon gomló élethozást, s őrizd meg a csillagszámláló időt. Mert kell néha pár bolygós emlék, szótöredék, villanó mondatfosztány, hogy megtaláld elhagyott gyerekarcod, s magadból egy darabot újra visszahozzál. Köszönöm. Nyári melegben lányfüvallat arcomhoz ér, itt állok újra az iskola előtt, sok emlék visszatér. Különös nap ez a mai, elperegnek az évek, valami véget ér. Próbálnám a legjobb formámat hozni, hogy elmondhassam, mennyit jelentett idáig eljutni. Nem könnyű dolog e szép emlékeket magunk mögött hagyni, hirtelen valahogy egy új világba vágni. Mégis ezt a pillanatot vártuk évek óta, arcunkon félig mosoly, félig szomorúság, ki gondolta volna. Még kicsi voltam, mikor beírattak, de tudták jól, óvókezek közé adnak.
Azóta talán az évek során komolyodtam, de egy biztos, valamit megfogadtam. Nem távozhatok köszönés nélkül. Azt hiszem, mindannyiunk nevében köszönöm azt a szépet, sajót, a türelmet és az igaz szót. Köszönöm, hogy tudást adtak, amikor csak lehetőségünk volt, megtanítottak. Sokszor velünk együtt mulattak, önbizalmat, kitartást mutattak. Életem részét sohasem feledem, a boldog perceket szívemben őrizem. Magammal viszem a tudást, a hitet, azt a szépet sajót, mit önöktől kaptam, bár nem kézzel foghatót, de örökre maradandót. Bennem él, bárhova is sodorjon a szél, kitartok, még ha fájdalom is ér. S néha, majd ha emlékeim közt megkísért a hiányérzet, hisz, valami véget ér. Majd időnként vissza-vissza térek. Azok a felejthetetlen évek, így biztonságot érzek. Életében. Eljött a búcsúzás ideje. Minden ember tele van választásokkal, búcsúval, félelemmel, kérdésekkel és reményekkel. Az élet olyan, mint egy könyv. Fejezetekből áll. Minden fejezetben vannak izgalmas részek, amik felkeltik a kíváncsiságunkat, csillapítják, vagy éppen felkorbácsolják kalandvágyunkat. Ez a nap mindannyiunknak egy fejezet végét jelenti. Egy hosszú fejezetét, amiben sok mindenben volt részünk, tanulás, kitartás, lustaság, felháborodás, elégedetlenség, harag, öröm, büszkeség, csalódás, barátság és megbocsátás. Nem hagyhatunk ki az online oktatási időszak adta nehézségek, huncutságok megemlítését. Amikor a nem halszik és a nincs wifi örökös kibúvó volt. De ott volt még a tavalyi év, amikor nem lehettem itt veletek. Úgy hozta az élet. Olyan jó leső érzés volt, valahányszor találkoztunk, mindig kérdeztétek. Oszi, mikor jön vissza? Itt szeretném megköszönni Benci Anna Mária kolléganőmnek, hogy elvállalta ezt a feladatot, és oszítok volt 7. osztályban. Ma a ti tiszteletetekre öltöztették virágba az iskolát. Öröm és bánat egyszerre keveredik a ballagokban. Ezeknek az érzéseknek az oka nagyon egyszerű, a mai nap egyszerre a visszaemlékezés és az előretekintés napja is. Emlékezzetek vissza az első évnyitóra, mikor szürkésző pillantással, tele kíváncsisággal és aggodalommal léptetek át az új ismeretek otthonának kapuján. Az idő elrepült, szempillantás alatt eltelt ez a pár év. Ha az osztályterem falai beszélni tudnának, sok olyan esetet őriznek, amelyek nem csak örömöt, hanem csalódást okoztak diákoknak, tanároknak egyaránt. Az osztályban minden részletet ismertek. Tudjátok, honnan látszik jobban a tábla, honnan lehet jobban puskázni. Ne felejtsük el, hogy hányszor az ablakot használtátok ajtó helyett. Hónapokon belül mindez csak emlék lesz. Felfoghatatlan, hogy idővel a biztonságot nyújtó falak eltávolodnak, az osztály szétszéled, és minden csak emlékeitekben él tovább. Abból pedig bőven van, pozitív és negatív egyaránt. Valahogy naponta magatokra vontátok a tanárok figyelmét, csínytevésekkel vagy ügyeskedésekkel. Bebizonyítottátok, hogy a sok színűség nem különbséget, hanem összetartást jelent. Azt is megmutattátok, hogy értékes emberek, édes, szeretetteljes gyerekek vagytok, akik nagyon tudtok ragaszkodni, igénylitek az odafigyelést, irányítást, pátyolgatást.
Bízom benne, hogy eleget tettünk kollégáimmal a feladatnak, jól irányítottunk és neveltünk titeket. Akarva akaratlanul egy pedagógus új lenyomata minden életen ott marad, amit megérintett. Soha ne fogyatkozzon meg hitetek önmagatokban. Az ember hittel és akarattal hegyeket mozdíthat meg, erre pedig mindannyian képesek vagytok. Tartsatok ki bármilyen körülmények között. Készüljetek fel bármire és mindenre. Szeressetek, figyeljetek, lássatok, vállaljátok a felelősséget, éljetek a lehetőségekkel, legyetek emberek. Azzá váljatok, akivé szeretnétek, és legyetek büszkék magatokra, hálásak, alázatosak. Tudjatok néha köszönetet mondani azoknak, akiknek igazán kell. Elsősorban a szülőknek, pedagógusoknak, a családnak. A szülők életetek mérföldkövei, rengeteg hálát és szeretetet érdemelnek. A kedves szülőknek én megköszönöm, hogy bíztak bennünk a 4 év alatt, ránk hagyták legdrágább kincseiket. Önökkel együtt örvendezhettünk sikereiknek, bánkódhattuk kudarcaik miatt, egyengedtük lépteiket, míg ők szinte felnőttek. A szülői szeretet önzetlen, feltétel nélküli, és rengeteg alázatot követel, de csodálatos dolog. Ma is örüljünk együtt ballagó gyermekeinknek, és legyünk büszkék rájuk. A kedves kollégáknak én megköszönöm az alázatos munkát, kitartást, fáradhatatlanságot. Csak együttműködve sikerülhetett elvezetni diákjainkat a ballagásig. Nektek, kedves gyermekeim, köszönöm a szeretetet, támogatást, kitartást, a szép perceket. Bár többen itt maradtok, csak egy felsőbb emeletre költöztök, hiányozni fogtok. Sok sikert kívánok mindnyájatoknak! Yeah.
megbocsátok titeket is, mint mindenkit. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, és el kell számolnod mindennel, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd. Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem. Tiszta leszek, mert vannak, akik törődnek velem. Erős leszek, mert olyan sok a szenvedés. Nehéz leszek, mert annak kell lennem. Barátja leszek mindenkinek, ellenségnek, társadalomnak. Ajándékozom, s elfelem az ajándékot. Alázatos leszek, mert ismerem a gyengémet. Felnézek, ismerhetek, és szeretek, és magasba emelek. Élni csupán a legtisztább vágyak szerint érdemes. Attól függően, hogy vágyaink keserűek vagy édesek, fanyar vagy boldog lesz az életünk. Képzeld el, amit kívánsz, és kívánd, amit elképzeltél. A boldogság vágy, a képzelet ki, a cselekedet megvalósítás. Egyre inkább az a dolog. Egyre inkább az az érzésem, hogy az életünk egyetlen mondat. Csak nem tudjuk kimondani, hogy mi az. A nagy találkozások, a lélek közeli pillanatok mindig azok voltak, mikor valakit megszerettem. Az igazi csoda a barátság, a valódi, emberközeli kapcsolat, mikor egyszer csak repül velünk az idő, és az az érzésünk, hogy mi már valahol találkoztunk. Néha egy pillanat többet ér, mint egy egész esztendő. Hiszek a csodában, egy boldogabb világban, ha az emberek szívében csak a szeretet lakik, hol a félelmet nem ismerik. Hiszek a csodában, egy őszintén világban, ahol bízhatunk egymásban. Nincs hazugság, ocska, színjáték, ahol a szeretet légkérdés. Hiszek a csodában, egy élhető világban, ahol mindegy a származás, ki rokon, ki barát, ahol a szeretet valóság. Hiszek a csodában, egy emberi világban, ahol a vagyon nem érték, nincs közön sem irítség, ahol a szeretet ajándék. Valaki szeretni azt jelenti, e mások számából láthatatlan csodát látni? Tudod, mi volt a hét csoda? Egy újszülött mosolya, egy fa levélen ugrik, mert a gyökerekig ért. Egy szó, mely idejében jött, egy darab ég a csönd fölött, egy kéz, mely után nagy volt, mikor csillagod a földre hull. Télen egy jó meleg szoba, s a szépen érkezel oda. Választhatsz, hogy éled az életed, élhetsz úgy, hogy nem hiszel a csodákban, de élhetsz úgy is, mint a minden egyes pillanat maga volna csoda. Mindenki álmodik egyszer valamit, kicsit, nagyot, csodát, gyakran valakit. Múltat, jelent, jövőt, mi volt és mi lesz, drága álma, nem fogható semmihez. Én nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok, és azt hiszem már észrevetted, a jó tündér sem én vagyok. Nincsen varázspálcám, melyel bármit eltüntethetek, és annyi minden van jelen, mit megszüntetni nem lehet. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Huny szemmel, bérceken futunk, s mindig csodára vágy szívünk. A legjobb, amit nem tudunk, a legszebb, amit nem hiszünk. Az álmos síkos gyöngyeit szorítod át. Mindent belőlünk, fáz a lelkedre, gyöngyös takarod. Miért felőzött álmunk mindig visz tovább, megtesz, mint egy háló, ringasz, hogyha fáj. Néha majd ezúton zsákutcába ér, de közben annyi újat átérsz és remélsz. Ez kedves van előttünk.
gyors előtt, csak azért, mert az út kívánja. Célod van, csak ismeri a célt, merje birtokolni a rávezető eszközöket is. Ha mégis elgyengülnél a cél előtt, fordulj a szívedhez tanácsért. Egy kis késlekedés nem árt. Ami hamar áll elő, hamar a semmibe vész. Nincs jobb társa szívnél, mely a kellő pillanatban átsegít a bajokon. Élj a szív törvénye szerint. Akinek célja a helyes élet, annak eszköze az emberség. Nem kell senki másnak balgán megfelelni, saját utadnak kell csupán megfelelni. Nagyon eltévedsz, ha másnak útját járod, de a lelked mélyén ott a legjobb tanárod. És nem kell más tenned, csak bízni magadban, s hinni a csodában minden pillanatban. Rövid az élet, egy perces pillanat. Apró homokszám, de mégse céltalan. Hisz felkap a szél, ha magasba vágysz, bármit megtehetsz, egy éneket ölel át. Mindig tudd, a dolgok egyszer történnek meg veled. A legértékesebb idő a pillanat, amiben élsz. Tanuld az életet könnyedén játszani, ne akar más miatt másoknak látszani. Add csak önmagad, s fogadd el ilyennek, hidd el nem boldogok, kik mások érzitegnek. Találd meg az erőt belül önmagadban, álmodj, merj örülni minél szabadabban. Szívedre figyelve könnyen végezz dolgod, mert aki szív vezet, az igazán boldog. Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel, mások is ezekben fognak hinni. Higgy a csodában, mert teli van vele az élet. De ami a legfontosabb, hogy higgy önmagadban, mert oda benne a lelkedben rejtőzik a csoda, a remény, a szeretet és a holnap álmai. Repüljön álmod valóság szárnyon, érintse a vállad neki, mint a bánsor. Ringasson, öleljen éjjel és nappal, érdje csodát mindig magadban. Csodát nézni a sötétben nem igazán vidám dolog, hiszen rá is kell eszmélni, hogy a csoda magam vagyok. Azért vagy itt, hogy mindent láss, hogy érd a szót, olvasd az írás. Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj, hogy az égbe szállj, nehogy a boltba húzd. Barátom, ez nem volt álom. Minden dal igazat szólt, és ha később valaki kérdez, hát feledd el azt, ami volt. Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Igyekezz jót tenni, mást is felemelni. Arcodon mosollyal könnyebben fog menni. Ne törődj a rosszal, csupán tedd a dolgot, hadd legyen minden lény körülötted boldog. De azt akarom, tisztán és fehéren, legyetek vígak és bársonyba járok, a kezetekben egy nagy aranyérem, hódítsátok meg a világot. Véget ér most valami, de új dolog kezdődik, meg annyi harc, kudarc, sikerben végződik. Búcsú tint a régi elem, de köszönt az új való, új korszak himnusza, mint közelebb hallható. Senki nem szól, hallgatunk, a szél Isten.
nyolcas évfolyam az életünk egyik legfontosabb időszaka, amikor sokkal több élmény ér mint bennünket, mint ahogy azt valaha is gondolnánk. Az osztálytársakkal való kapcsolatok, a tanulási tapasztalatok és az érzelmi kihívások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az életünk alakulása változatos és gazdag legyen. Ezek az iskolai évek tele voltak izgalommal és élményekkel. Azonban minden év egy kis nehézséget is tartogatott. Ötödikben alkalmazkodnunk kellett az új iskolai módszerekhez, hatodikban a járvány miatt online oktatásba kerültünk, hetedikben új osztályfőnök és visszakerültünk a fizikai oktatásba, nyolcadikban pedig a vizsgára fektettünk nagy hangsúlyt. Ez a négy év alatt sok mindent éltünk át, de minden évben újabb élményekkel gazdagodtunk, amelyeket most nem sorolunk fel, de elmondhatjuk róluk, hogy felejthetetlenek, nevetségesek, csintalanok, következményekkel járok és kalandosak. Visszagondolván ezekre sírni is és nevetni is tudnánk, hiszen már elmúltak, de a szívünkben mindig megmaradnak. A liceumi évek egy új kezdetet jelentenek számunkra, amelyekre izgalommal tekintünk. Reméljük, hogy megtanuljuk azt, amit szeretnénk, új dolgokat fedezünk fel és élünk át új osztálytársakkal. Elbúcsúzunk kedves tanárainktól, akiknek rengeteget köszönhetünk, hiszen nélkülük nem állhatunk volna itt ma, és nem szerezhetünk volna ilyen eredményeket. Köszönjük végtelen türelmüket, kitartásukat, bizalmukat, reményüket. Köszönjük, hogy rengetegszer mosolyt csaltak az arcunkra, de ugyanakkor tudattak velünk azt is, hogy hol a határ. Hálásak vagyunk a rengeteg felkészítésért és megértésért, hiszen nagyon sokszor elnézték a megoldatlan házi feladatokat. Végül, de nem utolsó sorban búcsúzunk a kedves osztályfőnöknőnktől, aki nem hagyott cserben minket, még a nehéz helyzetekben sem, amiken együtt mentünk keresztül. Rengeteget tanultunk mind az iskolai tantárgyakban, mind pedig az életre vonatkozó fontos dolgokban. Nagyon hálásak vagyunk azért a sok munkáért és türelmért, amit velünk töltött, hogy segítsen nekünk elérni a kitűzött célokat. Mindig azt akarta, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból, amit mindnyájan meg szeretnénk köszönni. Egy fantasztikus osztályfőnök volt, és hálásak vagyunk, hogy tagjai lehettünk ennek az osztálynak. Köszönjük, hogy része volt az életünk egyik legfontosabb szakaszának. Hiányozni fognak az eddig töltött pillanatok. Eddig csak álmodtunk, terveztünk, még most valóra várhat minden, ami szép. Az élet a munka, a tárgykarokkal vár, hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll.
Vas Albert. Üzenem haza. Üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó. És törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború örökkévaló. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a földnek, csak teremjen, a sáskarágja is le a vetés, a vakontúrja is a gyökeret. A világ fölött törködik a rend, nem vész magja a nemes gabonának, de híresen lesz egykor a csalánnak. Az idő lemarja a gyomokat, a víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is a baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, s a vérző csonkból, virradó tavaszra, új erdő sarjad győzedelmesen. És még mindig lesznek fák, mikor a rozsda, a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtó kér is szent jóvátétellel, hasznos anyaggá vált a föld alatt. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek őrváltásain jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kömíves kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, a fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újraépíti a falakat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. És üzenem a volt barátaimnak, akik megtagadják ma a nevemet, ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a barátjuk leszek. És nem lesz bosszú, gyűlölet, harag, kezet nyújtunk egymásnak és megyünk. És leszünk egy szél, és egy akarat. A víz szalad, de a kő marad, a kő marad. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek a kezéhez vércseppek tapadnak. Vigyázzatok és imádkozzatok! Valahol fönt a magosség alatt mozdulnak már lassan a csillagok, s a víz szalad, és csak a kő marad, a kő marad. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek, jól gondolja meg ki, mit cselekszik. Rikasszák már fönt az égben a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák, szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint, és miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia. És ki mint vetett, azonképpen narad, mert elfüld a víz, és csak a kő marad. De a kő marad. Bátorság, indulj, utolsó döntését, és lép. Az idei ünnepeltjeink a 8. A osztály. Tőlük búcsúznak osztályfőnökeik Pap Erzsébet és Bence Anna Mária, akik a mindenféle eseményekről tarka évek alatt kísérték, óvták. Honorát prezidió, szimációitát, drácska rincsjelet. Traim astăzi bine cuvântată în care încă o generație de absolvenți de gimnaziu pășește cu încredere și emoție spre viitor. Să ne bucurăm alături de ei în aceste momente memorabile și să-i asigurăm de faptul că zborul lor de abia acum începe. Mult succes, dragii noștri absolvenți! Felkérem Kucsár Melinda Ilona igazgatónőt, hogy nyissa meg az ünnepét. Invit pe doamna director al liceului nostru, Melinda Cucea, să deschidă această ceremonie. Tisztelt meghívottak, kollégák, szülők, drága ballagó és búcsúzó diákok! Külön megtiszteltetés számomra, hogy ebben az ünnepi pillanatban találkozhatok önökkel, és a legnagyobb tisztelettel köszönhetem önöket, a Kemény Zsigmond Elméleti Liceum 8. osztály ballagásán.
mely újból a megszokott kereteken belül zajlik. Köszönettel fogadom meg hívottainkat is, akiknek köszönöm, hogy elfogadták a felkérést, és megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, és szívből gratulálok a 8. osztályoknak, 8. ballagóknak. Nagy öröm mindannyiunk számára ez a nap, de leginkább a ballagóink számára, akik egy ideje gondolkodtak és álmodoztak arról, hogy hiányozni fog az osztálycsoport. Sikerül-e a szüleik és tanáraik elvárásait teljesíteni? És milyen érzés lesz majd licistának lenni? Bátorítani szeretném őket a következő gondolatokkal. Maradjatok továbbra is intézményünkben, és akkor még benézhettek a volt osztálytermetekbe. Szüleitek és tanárjaitok továbbra is támogatni és szeretni fognak, ha nem is mindig teljesítitek elvárásaikat. Magasztos érzés lesz licistának lenni és új tapasztalatokat szerezni. Egy ballagási esemény mindig érzelemmel tele gondolatokat vált ki belőlem. Kedves ballagók, a ballagás egy emlékezetes, örömteli pillanat, de nem az elvállást jelenti számotokra, hanem az élet egy új korszakának kezdetét, melybe emelt fővel kell átlépni, és bizakodva előre tekinteni. Én személyesen nem tanítottalak titeket, viszont gyakran benéztem hozzátok az évek során, és megkérdeztem, hogy minden rendben van-e veletek. Biztosíthatom a szülőket, hogy tanár kollégáim minden alkalommal nem csak a tudásukat adták át a diákoknak, hanem emberség szempontjából is igyekeztek nevelni őket. Minden iskolai év végén abban a reményben élünk, hogy nem csak az általunk tanított tantárgyak titkait adjuk át a diákjainknak, hanem élettapasztalatainkat is, melyektől ők többek, tájékozottabbak lesznek, mert nem csak oktatunk, hanem mindig nevelünk is. A közös beszélgetések, az ellenségeskedések, a kirándulások, a vicces pillanatok, a megszólítások, a könnyes szemek, mind az életre szóló nevelést szolgálták. Biztosítani szeretném a kedves szülőket, hogy gyerekeiket továbbra is támogatni fogjuk abban, hogy megtalálják a helyes utat az életben, és eldöntsék, milyen pályát szeretnének majd folytatni a későbbiekben. Külön szeretném megköszönni diákjaink szüleinek, akik partnereink voltak a jelenek csiszolásában, az elmék, a lelkek megvilágosításának nehéz küldetésében, hogy végre ma mindannyian élvezhessük közös erőfeszítésünk eredményét. Bízom benne, hogy ez az eredmény magas fokon fog tükröződni a vizsgák eredményében. Különösen nagyra értékelem a tanárjainkba fektetett bizalmat, amikor ránk bízták gyermekeinket, és merték 4. osztály után is itt hagyni őket. Ebben hatalmas szerepe volt a Téka Alapítványnak is, mely a szórványból lévő gyerekeket hozzánk irányította, és ezúttal is köszönöm nekik. Külön köszönet illeti a 7. osztályosokat, akik ezen az ünnepen köszöntik a végzősöket, továbbá köszönet illeti az őket felkészítő és a ballagáson résztvevő tanárokat is. Kedveseim, buzdítalak továbbra is, hogy bármilyen lépést tesztek az életetek során, sose induljatok anélkül, hogy Isten segítségét és áldását kérjétek. Az életben vannak könnyebb és nehezebb időszakok is. Kívánom nektek, hogy soha ne találkozzatok nehéz helyzetekkel, de az ember csak akkor tud megerősödni, ha próbára van téve. Sosem később bebizonyítani, hogy erős, iskolánk nevének méltóan kemény harcosok vagytok, és az életben elérhetitek, amit megálmodtatok. Számotokra az első legnehezebb harc a képességvizsga lesz, de viszont hozzá még van egy kis idő, nem sok, tehát minden erőtök szedjetek össze, és bizonyítsátok be, hogy a kemény munka meghozza majd gyümölcsét. Továbbra is támogatunk, és reméljük intézményünk hírnevét
továbbra fogjátok erősíteni. Álmaitok sose adjátok fel, legyetek erősek, bátrak és kitartóak. Köszönöm szépen! Salut, Musafiri noștri, dragi părinți și elevi, și mulțumim domnului primar pentru participare. Îi mulțumesc că în fiecare moment al anului este alături de instituția noastră, ne prezintă sprijinul și colaborarea și sperăm să putem lucra și pe mai departe. Mulțumesc mult! A mai nap ünnep, és azt illik méltóképpen megtisztelni. Ezért felkérem a Római Katolikus Egyház képviselőjét, Kismödi Attilát, hogy áldásával tegye teljessé ünnepünket. O astfel de zi solemnă este și una binecuvântată. Ne bucurăm de prezența reprezentantului Bisericii Romano-Catolice, Kismödi Attila. Áldás előtt imádkozzuk el az Úrtól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr veletek. Megáld benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú, és a Szent Lélek. Továbbá köszöntjük városunk polgármesterét, Jonel Ovidiu Dragan urat, dăm cuvântul în continuare domnului primar, Jonel Ovidiu Dragan, de a cărui prezență ne bucurăm astăzi. Domnul director, doamnelor și domnilor profesori, preacucernice părinte, dragi părinți, invitați, dragi elevi, să mulțumim bunului Dumnezeu că am reușit ca împreună să ajungem la o nouă promoție a clasei a 8-a, promoție care îi dorim mult succes în continuare, să nu creadă că s-au terminat greutățile, multe abia încep de acum, dar viața are încercări și provocări, și le doresc să treacă cu bine peste toate. Încă o dată, felicitări, succes la examenele viitoare, Dumnezeu să vă ajute în continuare. Mulțumesc! A TK Alapítvány, iskolánk alapítója és háttérintézménye részéről Balázs Bécsi Enikő tart beszédet. Din partea Fundației TK, va vorbi directorul instituției Balázs Bécsi Enikő. Tisztelt meghívottak, pedagógusok, kedves szülők, kedves ballagú diákok! Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a napon. Alapítványunk, mint a Kemény Zsigmond Elméleti Liceum civil háttérintézménye, azon kívül, hogy felépítette ezt az iskolát és létrehozta az intézményt, fontosan tartja és figyeli, hogyan valósulnak meg azok a célok, elképzelések, mutatók, amelyek alapján ezelőtt 12 évvel támogatóink úgy tartották fontosnak, hogy Szamosújvárnak és Mezőségnek legyen egy saját, korszerű magyar iskolája. Kedves nyolcadikosok, most nektek szól a ballagási dal, értetek öltöztünk ünneplőbe. Nem búcsúzunk, hanem ünnepelünk. Mert bízok benne, hogy minél többen itt maradtok.
hiszen intézményünk azt vállalta, hogy ez az iskola minden olyan mezőségi és szamosújvári magyar gyerek számára biztosítsa az anyanyelvi oktatási lehetőséget, aki anyanyelven szeretne tanulni. A lehetőség itt van, használjátok ki, legyetek büszkék, hogy egy ilyen közösséghez tartoztok. Felépült az új bentlakás is az iskola mellett, amit szeptemberben megnyitja kapuját. Befogadja a mezőségi diákokat, akik ezt az iskolát választják. 4 év alatt a tanárok formáltak, neveltek, megpróbálták mindenkiből kihozni azt, ami benne rejlik, és lehetőséget adtak a kibontakozásra. Bízok benne, hogy meg tudjátok mutatni a tanároknak és szülőknek, hogy megérte a 4 évi munka, és a felhalmozós tudást befektettétek jól, és fel tudjátok használni a folytatáshoz. Tudom, nem volt könnyű, de bízok abban, hogy megérte. Mert úgy gondolom, minden gyerekben rejlik valami jó, valami pozitív dolog. Esélyt kell adni mindenkinek, hogy ehhez az intézményhez tartozzon. Kedves szülők, újra lezárul egy 4 éves tanulmányi szakasz, amikor is kedves gyerekük tovább kell haladjon, és át kell lépjen egy másik oktatási szintre. Bízok benne, hogy a kemény Zsigmond elméleti liceumot fogják választani, hiszen egy jól felszerelt intézmény és egy erős, jól felkészült tanári karra rendelkezik. Kalóz Zoltán néprajzkutató egyik kedves népdalából idézek, idegen földre ne siess, amíg hazádban megélhetsz. Intézményünk is a magam nevében sok sikert kívánok mindenkinek, és azt kívánom, hogy szeptemberben minél több régi és új diákot tudjunk köszönteni itt az iskola udvarán. Köszönöm! Helyi szervezetének elnöke, Rotár Izabella beszéde következik. Oin vissza Jakub untul Donna Rotár Izabella, presevinte Udemere Gerla. Szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon. Különösképpen a 8. diákokat. Minden évben a hagyományt betartva, a 8-osok itt állnak előttünk, egy újabb fejezetet maguk mögött hagyva. Szebbnél szebb műsorral, magasztos szövegekkel melegítik a szülők, tanárok, rokonok és ismerősök szívet. De miért is vannak ma itt előttünk? Én úgy gondolom, nem búcsúznak, hanem elvárják tőlünk, hogy útba igazítsuk őket egy újabb életciklus, fejezet megkezdéséhez. Az elmúlt 4 évben sokat változtak, sokat változott körülöttük a világ. Sok megpróbáltatáson mentek keresztül, ifjaként, de talán ez meg is erősítette őket, merészítette őket. Kedves 8-osok, most, mint szülő, és nem mint meghívott szólok inkább hozzátok, hisz a mai nap rólatok szól. Mindegyiketek a maga módján egy csodálatos világot foglal magában. Mindegyiketek egy felbecsülhetetlen kincs számunkra. Alázatosak vagytok, értékes ember palánták. Egy újabb életszakasz áll előttetek, vágjatok neki bátran, hittel, reménnyel és szeretettel. Küzdjetek mindig a legnagyobb célért. Sosem legyen számotokra lehetetlen. Ne engedjétek, hogy a vadvilág vaddá tegyen titeket. Tisztelítsétek meg őt. Hozzátok ki magatokból mindig a legjobbat, hisz képesek vagytok rá. Az iskola felkészít titeket sok mindenre, de ti magatok kell tovább formálódjatok, az itt kapott tudáscsomagot felhasználva, még akkor is, ha néha úgy gondoljátok, hogy ez fölösleges. Igen, van, amit nem tanít meg számunkra az iskola. Azt, hogy hogyan kell helytállni az életben,
hogyan nőjünk fel hozzá. De ezt mi kell megtanuljuk a magunk bőrén. Ezután ez a ti feladatok is. Kedves nyolcadikos diák, maradj alázatos, légy merész, nézz fel, neves, és szeress mindent, ami boldoggá tesz. Tiszteld és becsüld szüleid, tanáraid, fogadd meg jó tanácsaikat, hisz tapasztalatból csak jóra intenek titeket. Végül mindegyiteket számára a legjobbakat kívánom. Sok sikert az elkövetkezendő vizsgákon. Ne izguljatok, hisz ügyesek vagytok, nem kell maximálisan teljesíteni mindenből, nem is lehet. Bármi is történt, mi itt vagyunk és itt leszünk mellettetek. Kitartást kívánok, kedves gyermekek! Köszönöm. Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít. A hetedikesek ünnepi előadása következik, majd ezt a nyolcadikosok műsora követi. Urmează un moment emoționat în care elevii a clasei a șaptea își iau rămas bun de la colegilor mai mari, urându-le succes în viață. Kedves ballagó nyolcadikosok! Egyszer mindenek elérkezik a vége, és akkor búcsúzni kell. A búcsú egy nemes feladat. Fontos, mert lezár egy időszakot, az élet egyik szakaszát elhatárolja a többitől. A bezáruló ajtótól azonban nem szabad megijedni, tudni kell az mindent felé fordulni. Nézd vissza most egy percre, nézd az útra, nézd meg mit te, mit alkotott a munka. Nézd vissza, aztán ismét csak előre, és indulj tovább az alkotó jövőbe. Tegyétek most ti is ezt. Álljatok meg egy percre, nézzetek vissza, mielőtt indulnátok. 8 együtt töltött év áll mögöttetek, kis elsősként, egyre bátorodó negyedikesként, felsős tagozatosként, vagy végül öntudatos nyolcadikosként. Ha visszatekintetek, látjátok a helyszíneket is, ahol mindezt megéltétek. A kis épületet, az udvart, az osztálytermet és a folyosót. Mindenütt, minden helyzetben helytáltatok. Nézzetek vissza tanáraitokra, akik végigvezettek ezen az úton. Az első bizonytalan betűk, gépedőrbe számok az ők segítségükkel keletkeztek, formálódtak, mint ahogyan ti magatok is. Ne felejtsétek el őket, hálába gondoljatok azokra, akik elkísértek eddig a várva várt pillanatig. Tanáraitok vittek osztálykirándulásokra, készítettek fel versenyekre, egyengedték lépteiteket, bátorítottak, ha bizonytalanok voltatok, és veletek örültek az elért eredményeknek. Visszanézve ismerős arcokat láttok, osztálytársakat, barátokat. Kialakultak igaz barátságok, diákszerelmek, megtanultátok, mi a versenyszellem, az összetartás, és hogyan kell kitartóan küzdeni a kitűzött célok eléréséért. Jusson eszetekbe az is, hogy a torkotokban dobogott a szívetek egy jelentős dolgozatírás, felmérő, vagy esetleg felelés közben. Őrizzétek meg az itt kötött barátságokat, tartsátok a kapcsolatot, és ne feledjétek a gyökereiteket. Gondoljatok ránk, kisebbekre is szeretettel, segítsetek, támogassatok bennünket, amikor követünk titeket ezen az úton. Az életben a legfontosabb a család. A legtöbbet szüleiteknek köszönhetitek. Ne feledkezzetek meg arról, mennyi áldozatot hoztak értetek annak érdekében, hogy idáig eljussatok. Fáradtságot nem ismerve egyengedték utatokat, segítettek a bajban, és veletek örültek a sikereknek. Köszönjétek meg nekik, hogy mellettetek álltak, és köszönjétek meg a könnyeket, melyeket talán éppen ebben a pillanatban értetek hullatnak. Tegyetek meg mindent, hogy büszkék lehessenek rátok. A hetedik osztály nevében kívánom, hogyha most kiléptek az ajtón és elindultok, utatokat siker koronázza és boldogság kísérje. Búcsúzunk hát tőletek egy idézettel, aminek minden sora célként álljon előttetek. Hosszú útra mész, de nem messze, nagy tervekkel a szívedben. Álmodj nagyot, légy bátor, de nincs olyan hely a világon,
ahol szeretetünkre őrizne, védne, támogatna, megsegítne. Szabolcsi Erzsébet, forrás legyen. Tiszta, átlátszó, kristályszépségű cseppekből fakadó, hideg és jó ízű éltető víz. Csörgedezz alá magas hegyek sziklái közül, kelj át méteres köveken, konopús vesztőkön, friss levegő, hegyi réteken. Patak legyél. Lágyan aláomló, hűvös érintésű. Hideg, sejmes vizektől kapjanak erőre a szomjas vadak. Kanyarogj kövek között, fodrozódó bárányfelhő kék ege alatt, zöld pázsit és őszi javar keretezzen, így tovagörzös kavicsokat mosva, s lomha folyóvá terebélyesen. Folyó legyél. Hatalmas hullámfodrokkal tovahöntődő áradat, mely mindent megragad. Magával sodor, míg meg nem érkezik, az őt is elnyelő végtelen tenger sírjába. Tenger legyél. Nyugodtan hullámzó, beláthatatlan síkság. Kiszámíthatatlanul változó, tajdékokat dobáló, vihartól felkorbácsolt szila erő, hullámsír, vagy elcsendeső sima víztükör. Óceán legyél. Széles és határtalan. Kincseket rejtő, ringató mély bölcső. Vég nélküli korlátlan lehetőség. Pusztító, tomboló őserő, roncsokat temető kiismerhetetlen végtelenség. Legyél víz, életet adó őselem. Legyél tűz, vízzel is legyőzhetetlen. Legyél levegő, minden beborító láthatatlan. Legyél szikla, szilárd, megingathatatlan. Legyél forrás, patak vagy tenger. Legyél te magad, legyél ember. Az első lépések pontozását, s hagyd, hogy kísérj
legyen rózsaszín nevetésed. Őrizd meg az először feszülő szavakat a szádnak, melyet testére lettél a világnak. Az első sírásoddal megtartó csendet, melyen az örök bűnöket magadra vetted. Őrizd meg szavak ifjúkori lendületét, a nem lét társadalanságát uvásd fel apró örömökre, s a szív mély hangjait énekeld, homok tüzeknél lázasabban. Őrizd meg a hajnali földek szagát, az égi óceán roppant csillaghadát, hal folyók zöld csobbanását. Őrizd meg szemednek, hogy elmerülhess benne, ha rád tör sok bántó földi nesz. Kígyóval a lufák bámészlongját, testükön a kinoktókháló redőt, érezd a sóhajon gondó élethozást, s őrizd meg a csillagszámláló időt. Mert kell néha pár bolygos emlék, szótöredék, villanó mondatfosztány, hogy megtaláld elhagyott gyerekarcod, s magadból egy darabot újra visszahozzál. Köszönöm. Nyári melegben lángfüvallat arcomhoz ér, itt állok újra az iskola előtt, sok emlék visszatér. Különös nap ez a mai, elperegnek az évek, valami véget ér. Próbálnám a legjobb formámat hozni, hogy elmondhassam, mennyit jelentett idáig eljutni. Nem könnyű dolog e szép emlékeket magunk mögött hagyni, hirtelen valahogy egy új világba vágni. Mégis ezt a pillanatot vártuk évek óta, arcunkon félig mosoly, félig szomorúság, ki gondolta volna. Még kicsi voltam, mikor beirattak, de tudták jól, óvókezek közé adnak. Azóta talán az évek során komolyodtam, de egy biztos, valamit megfogadtam. Nem távozhatok köszönés nélkül.
Azt hiszem, mindannyiunk nevében köszönöm azt a szépet, sajót, a türelmet és az igaz szót. Köszönöm, hogy tudást adtak, amikor csak lehetőségünk volt, megtanítottak. Sokszor velünk együtt mulattak, önbizalmat, kitartást mutattak. Életem részét sohasem feledem, a boldog perceket szívemben őrizem. Magammal viszem a tudást, a hitet, azt a szépet sajót, mit önöktől kaptam, bár nem kézzel foghatót, de örökre maradandót. Bennem él, bárhova is sodorjon a szél, kitartok, még ha fájdalom is ér. S néha, majd ha emlékeim közt megkísért a hiányérzet, hisz, valami véget ér. Majd időnként vissza-vissza térek. Azok a felejthetetlen évek, itt biztonságot érzek. Búcsúval, félelemmel, kérdésekkel és reményekkel. Az élet olyan, mint egy könyv, fejezetekből áll. Minden fejezetben vannak izgalmas részek, amik felkeltik a kíváncsiságunkat, csillapítják, vagy éppen felkorbácsolják kalandvágyunkat. Ez a nap mindannyiunknak egy fejezet végét jelenti. Egy hosszú fejezetét, amiben sok mindenben volt részünk, tanulás, kitartás, lustaság, felháborodás, elégedetlenség, harag, öröm, büszkeség, csalódás, barátság és megbocsátás. Nem hagyhatunk ki az online oktatási időszak adta nehézségek, huncutságok megemlítését. Amikor a nem halszik és a nincs wifi örökös kibúgó volt. De ott volt még a tavalyi év, amikor nem lehettem itt veletek. Úgy hozta az élet. Olyan jó leső érzés volt, valahányszor találkoztunk, mindig kérdeztétek. Oszi, mikor jön vissza? Itt szeretném megköszönni Benci Anna Mária kolléganőmnek, hogy elvállalta ezt a feladatot, és oszítok volt 7. osztályban. Ma a ti tiszteletetekre öltöztették virágba az iskolát. Öröm és bánat egyszerre keveredik a ballagokban. Ezeknek az érzéseknek az oka nagyon egyszerű, a mai nap egyszerre a visszaemlékezés és az előretekintés napja is. Emlékezzetek vissza az első évnyitóra, mikor szürkésző pillantással, tele kíváncsisággal és aggodalommal léptetek át az új ismeretek otthonának kapuján. Az idő elrepült, szempillantás alatt eltelt ez a pár év. Ha az osztályterem falai beszélni tudnának, sok olyan esetet őriznek, amelyek nem csak örömöt, hanem csalódást okoztak diákoknak, tanároknak egyaránt. Az osztályban minden részletet ismertek. Tudjátok, honnan látszik jobban a tábla, honnan lehet jobban puskázni. Ne felejtsük el, hogy hányszor az ablakot használtátok ajtó helyett. Hónapokon belül mindez csak emlék lesz. Felfoghatatlan, hogy idővel a biztonságot nyújtó falak eltávolodnak, az osztály szétszéled, és minden csak emlékeitekben él tovább. Abból pedig bőven van. Pozitív és negatív egyaránt. Valahogy naponta magatokra vontátok a tanárok figyelmét, csínytevésekkel vagy ügyeskedésekkel. Bebizonyítottátok, hogy a sok színűség nem különbséget, hanem összetartást jelent. Azt is megmutattátok, hogy értékes emberek, édes, szeretetteljes gyerekek vagytok, akik nagyon tudtok ragaszkodni, igénylitek az odafigyelést, irányítást, pátyolgatást. Bízom benne, hogy eleget tettünk kollégáimmal a feladatnak, jól irányítottunk és neveltünk titeket.
Akarva akaratlanul egy pedagógus új lenyomata minden életen ott marad, amit megérintett. Soha ne fogyatkozzon meg hitetek önmagatokban. Az ember hittel és akarattal hegyeket mozdíthat meg, erre pedig mindannyian képesek vagytok. Tartsatok ki bármilyen körülmények között. Készüljetek fel bármire és mindenre. Szeressetek, figyeljetek, lássatok, vállaljátok a felelősséget, éljetek a lehetőségekkel, legyetek emberek. Azzá váljatok, akivé szeretnétek, és legyetek büszkék magatokra, hálásak, alázatosak. Tudjatok néha köszönetet mondani azoknak, akiknek igazán kell. Elsősorban a szülőknek, pedagógusoknak, a családnak. A szülők életetek mérföldkövei, rengeteg hálát és szeretetet érdemelnek. A kedves szülőknek én megköszönöm, hogy bíztak bennünk a 4 év alatt, ránk hagyták legdrágább kincseiket. Önökkel együtt örvendezhettünk sikereiknek, bánkódhattuk kudarcaik miatt, egyengedtük lépteiket, míg ők szinte felnőttek. A szülői szeretet önzetlen, feltétel nélküli, és rengeteg alázatot követel, de csodálatos dolog. Ma is örüljünk együtt Ballagó gyermekeinknek, és legyünk büszkék rájuk. A kedves kollégáknak én megköszönöm az alázatos munkát, kitartást, páratlanságot. Csak együttműködve sikerülhetett elvezetni diákjainkat a ballagásig. Nektek, kedves gyermekeim, köszönöm a szeretetet, támogatást, kitartást, a szép perceket. Bár többen itt maradtok, csak egy felső emeletre költöztök, hiányozni fogtok. Sok sikert kívánok mindnyájatoknak! Yeah.
imádlak titeket is, mint mindenkit. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, és el kell számolnod mindennel, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd. Igazad leszek, mert vannak, akik bíznak bennem. Tiszta leszek, mert vannak, akik törődnek velem. Erős leszek, mert olyan sok a szenvedés. Nehéz leszek, mert annak kell lennem. Barátja leszek mindenkinek, ellenségnek, társadalomnak. Ajándékozom, s elfedem az ajándékot. Alázatos leszek, mert ismerem a gyengémet. Felnézek, ismerhetek, és szeretek, és magasba emelek. Élni csupán a legtisztább vágyak szerint érdemes. Attól függően, hogy vágyaink keserűek vagy édesek, fanyar vagy boldog lesz az életünk. Képzeld el, amit kívánsz, és kívánd, amit elképzeltél. A boldogság vágy, a képzelet ki, a cselekedet megvalósítás. Egyre inkább az a döntés. Egyre inkább az az érzésem, hogy az életünk egyetlen mondat. Csak nem tudjuk kimondani, hogy mi az. A nagy találkozások, a lélek közeli pillanatok mindig azok voltak, mikor valakit megszerettem. Az igazi csoda a barátság, a valódi, emberközeli kapcsolat, mikor egyszer csak repül velünk az idő, és az az érzésünk, hogy mi már valahol találkoztunk. Néha egy pillanat többet ér, mint egy egész esztendő. Hiszek a csodában, egy boldogabb világban, ha az emberek szívében csak a szeretet lakik, hol a félelmet nem ismerik. Hiszek a csodában, egy őszintén világban, ahol bízhatunk egymásban. Nincs hazugság, ocska, színjáték, ahol a szeretet légkérdés. Hiszek a csodában, egy élhető világban, ahol mindez a származás, ki rokon, ki barát, ahol a szeretet valóság. Hiszek a csodában, egy emberi világban, ahol a vagyon nem érték, nincs közön sem irítség, ahol a szeretet ajándék. Valaki szeretné azt jelenti, e mások számából láthatatlan csodát látni? Tudod, mi volt a hét csoda? Egy újszülött mosolya, egy fa levélen a vér, mely a gyökerekig ér. Egy szó, mely idejében jött, egy darab ég a csönd fölött, egy kéz, mely utána nyúlt, mikor csillagod, a földre hull. Télen egy jó meleg szoba, s most éppen érkezel oda. Választhat olyan élet az életed, élhetsz úgy, hogy nem hiszel a csodákban, de élhetsz úgy is, mint a minden egyes pillanat maga volna csoda. Mindenki álmodik egyszer valamit, kicsit, nagyot, csodát, gyakran valakit. Múltat, jelent, jövőt, mi volt és mi lesz, drága álma nem fogható semmi. Én nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok, és azt hiszem már észrevetted, a jó tündér sem én vagyok. Nincsen varázspálcám, melyel bármit eltüntethetek, és annyi minden van jelen, mit megszüntetni nem lehet. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Puny szemmel, bérceken futunk, s mindig csodára vágyszívünk. A legjobb, amit nem tudunk, a legszebb, amit nem hiszünk. Az álmos síkos gyöngyeit szorítod át. Mindez belőlünk, fázol lelkedre, gyöngyös takarod. Félfelőzött álmunk mindig visz tovább, megtesz, mint egy háló, ringasz, hogyha fáj. Néha majd ezután zsákutcába ér, de közben annyi újat átérsz és remélsz. Boldog a szél, nem siess kedves van elő.
meg a sors előtt, csak azért, mert az úgy kívánja. Célod van, csak ismeri a célt, merje birtokolni a rávezető eszközöket is. Ha mégis elgyengülnél a cél előtt, fordulj a szívedhez tanácsért. Egy kis késlekedés nem árt. Ami hamar áll elő, hamar a semmibe vész. Nincs jobb társa szívnél, mely a kellő pillanatban átsegít a bajokon. Élj a szív törvénye szerint. Akinek célja a helyes élet, annak eszköze az emberség. Nem kell senki másnak balgán megfelelni, saját utadnak kell csupán megfelelni. Nagyon eltévedsz, ha másnak útját járod, de a lelked mélyén ott a legjobb tanárod. És nem kell más tenned, csak bízni magadban, s hinni a csodában minden pillanatban. Rövid az élet, egy perces pillanat. Apró homokszám, de még se céltalan. Hisz felkap a szél, ha magasba vágysz, bármit megtehetsz, egy élenket ölel át. Mindig tudsz, a dolgok egyszer történnek meg veled. A legértékesebb idő a pillanat, amiben élsz. Tanuld az életet könnyedén játszani, ne akar más miatt másoknak látszani. Add csak önmagad, fogadd el ilyennek, hidd el nem boldogok, kik mások értitegnek. Találd meg az erőt belül önmagadban, álmodj, merj örülni minél szabadabban. Szívedre figyelve könnyen végezd dolgod, mert akit szív vezet, az igazán boldog. Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel, mások is ezekben fognak hinni. Higgy a csodában, mert teli van vele az élet. De ami a legfontosabb, hogy higgy önmagadban, mert oda benne a lelkeddel rejtőzik a csoda, a remény, a szeretet és a holnap álmai. Repüljön álmod valóság szárnyon, érints el vállad neki, mint a bánsó. Ringasson, öleljen éjjel és nappal, éljed a csodát mindig magadban. Csodát nézni a sötétben nem igazán vidám dolog, hiszen rá is kell eszmélni, hogy a csoda magam vagyok. Azért vagy itt, hogy mindent láss, hogy érd a szót, olvasd az írás. Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj, hogy az égbe szállj, nehogy a polba húj. Barátom, ez nem volt álom. Minden dal igazat szólt, és ha később valaki kérdez, hát feledd el azt, ami volt. Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságon váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Igyekezz jót tenni, mást is felemelni. Arcodon mosollyal könnyebben fog menni. Ne törődj a rosszal, csupán tedd a dolgot, hadd legyen minden lény körülötted boldog. De azt akarom, tisztán és fehéren, legyetek nyígak és bársonyban járok, a kezetekben egy nagy aranyérem, hódítsátok meg a világot. Véget ér most valami, de új dolog kezdődik, meg annyi harc, kudarc, sikerben végződik. Búcsú tint a régi elem, de köszönt az új való, új korszak himnusza, mint közelebb hallható. Senki nem szól, hallgatunk, a szél is csend.
hosszú még az út, és közben valamit tenni kell. Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk. 20 év múlva lehet, hogy találkozunk. 20 év múlva az ifjú vándor megpihen. Hosszú még az út, és közben valamit tenni kell. Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk. 20 év múlva lehet, hogy találkozunk. Az 5-8-as évfolyam az életünk egyik legfontosabb időszaka, amikor sokkal több élmény ér mint bennünket, mint ahogy azt valaha is gondolnánk. Az osztálytársakkal való kapcsolatok, a tanulási tapasztalatok és az érzelmi kihívások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az életünk alakulása változatos és gazdag legyen. Ezek az iskolai évek tele voltak izgalommal és élményekkel. Azonban minden év egy kis nehézséget is tartogatott. 5. alkalmazkodnunk kellett az új iskolai módszerekhez, 6. a járvány miatt online oktatásba kerültünk, 7. új osztályfőnök és visszakerültünk a fizikai oktatásba, 8. pedig a vizsgára fektettünk nagy hangsúlyt. Ez a 4 év alatt sok mindent éltünk át, de minden évben újabb élményekkel gazdagodtunk, amelyeket most nem sorolunk fel, de elmondhatjuk róluk, hogy felejthetetlenek, nevetségesek, csintalanok, következményekkel járok és kalandosak. Visszagondolván ezekre sírni is és nevetni is tudnánk, hiszen már elmúltak, de a szívünkben mindig megmaradnak. A liceumi évek egy új kezdetet jelentenek számunkra, amelyekre izgalommal tekintünk. Reméljük, hogy megtanuljuk azt, amit szeretnénk, új dolgokat fedezünk fel és élünk át új osztálytársakkal. Elbúcsúzunk kedves tanárainktól, akiknek rengeteget köszönhetünk, hiszen nélkülük nem állhatunk volna itt ma, és nem szerezhetünk volna ilyen eredményeket. Köszönjük végtelen türelmüket, kitartásukat, bizalmukat, reményüket. Köszönjük, hogy rengetegszer mosolyt csaltak az arcunkra, de ugyanakkor tudattak velünk azt is, hogy hol a határ. Hálásak vagyunk a rengeteg felkészítésért és megértésért, hiszen nagyon sokszor elnézték a megoldatlan házi feladatokat. Végül, de nem utolsó sorban búcsúzunk a kedves osztályfőnöknőnktől, aki nem hagyott cserben minket, még a nehéz helyzetekben sem, amiken együtt mentünk keresztül. Rengeteget tanultunk mind az iskolai tantárgyakban, mind pedig az életre vonatkozó fontos dolgokban. Nagyon hálásak vagyunk azért a sok munkáért és türelmért, amit velünk töltött, hogy segítsen nekünk elérni a kitűzött célokat. Mindig azt akarta, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból, amit mindnyájan meg szeretnénk köszönni. Egy fantasztikus osztályfőnök volt, és hálásak vagyunk, hogy tagjai lehetünk ennek az osztálynak. Köszönjük, hogy része volt az életünk egyik legfontosabb szakaszának. Hiányozni fognak az eddig töltött pillanatok. Eddig csak álmodtunk, terveztünk, még most valóra várhat minden, ami szép. Az élet a munka, a tárgykarokkal vár, hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll.
haza. Üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó. És törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború örökkévaló. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a földnek, csak teremjen, ha sáskarágja is le a vetés, a vakon túrja is a gyökeret. A világ fölött örködik a rend, nem vész magja a nemes gabonának, de híresen lesz egykor a csalánnak. Az idő lemarja a gyomokat, a víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is a baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, s a vérző csonkból virradó tavaszra új erdő sarjad győzedelmesen. És még mindig lesznek fák, mikor a rozsda, a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtó kéz is szent jóváltétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek örváltásain jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs ősi, hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kömíves kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, a fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újraépíti a falakat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. És üzenem a volt barátaimnak, akik megtagadják ma a nevemet, ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a barátjuk leszek. És nem lesz bosszú, gyűlölet, harag, kezet nyújtunk egymásnak és megyünk. És leszünk egy szél, és egy akarat. A víz szalad, de a kő marad, a kő marad. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek a kezéhez vércseppek tapadnak. Vigyázzatok és imádkozzatok! Valahol fönt a magosség alatt mozdulnak már lassan a csillagok, s a víz szalad, és csak a kő marad, a kő marad. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek, jól gondolja meg ki, mit cselekszik. Rikasszák már fönt az égben a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák, szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint, és miként hirdeti a Biblia, megvéletik az embernek fia. És ki mint vetett, azonképpen narad, mert elfűd a víz, és csak a kő marad. De a kő marad. Kicseum kiskórusa Réti Brantát kórustagjukat búcsúztatja. Megkérdezik szeretettel, gyerek!
egyik.